شهدي ولادي بلادي اختار بنت بلادي اموت اموت عليها لبلدي اولاد عشان ولادي بلادي انا اختار بنت بلادي اموت اموت انا عليها És már is érkezik a ma esti ellenfél, a piros sarokban Oroszországból, Jamal Kasumov. Magas és 101 kg. Mérlege 19 mérkőzés, 14 győzelem, 12 kiütés. Dzsevád Poturák! A piros sarokban az ellenfél Oroszországon magyar nagydíj döntője előtt két ilyen mérkőzések következik. Ebből az első most egy bosnyák-orosz párharc. A képen látható orosz Jamal Kasumov a bosnyák Dzsevád Poturák ellen mérkőzik majd meg. És hát a szakemberek szerint nem is lesz ez rossz meccs, így előjáróban. Meglátjuk, hogy mit nyújtanak a felek. Poturákról tudjuk el, hogy döntős volt az idei olasz K1 elő, tehát a bosnyák, miközben a mérkőzés bíróját láthatjuk. És a képen látható orosz Kasumov pedig az idei szlovák K1-nek a győztese volt. Poturák például az olasz Grand Prix-n, amelyen ugye a döntőig verekedte magát, legalábbis a 8-as döntőig, Szergej Gúr a későbbi győztes ellen kapott ki extra menetben, és ők az elődöntőben találkoztak ott az a versenyen. Hát mivel mind a két versenyző fekete nadrágban van, így nem olyan egyszerű a megkülönböztetése a két versenyzőnek. A képen látható úr volt Kasumov Oroszországból, neki vannak tehát a fekete gatyán a piros feliratok, és az ellenfél a bosnyák, aki pedig fekete nadrág, és ugye sárga feliratok láthatóak, ő tehát Poturák. Szabályok itt is rém egyszerűek, ugyanúgy, mint a többi K1 mérkőzésen, 3x3 perc. Poturáknak a mérlege 19 meccs, 14 győzelem, 12 KO, tehát ha nyer, akkor rendszerint KO-val nyer, a túloldalon pedig Kasumov, ő még aztán, ha nyer, akkor igazán KO-val nyer, mert 7 meccs, 6 győzelem, 1 döntetlen a mérlege, 6 KO-val. Tehát nagyon nagy ütéseket láthatunk, és hát nagyon, nagyon nagy lecsavarásokat is Kasumovtól, amik az nem is teljesen szabályos. Kifordult már Poturák. Érzem, hogy tekintélyt parancsoló volt az orosz fiú kezdése Poturákkal szemben. Nem vár könnyű este a bosnyákra, így elnézve az első közel másfél percet. Rövid volt Kasumovnak a jobb kezese. Próbálja mindenképpen eladni a térdest. Helyette jött a válasz combos Poturáktól. Nagyon könnyen lehet összefejelés is. Hiába erőltetik annyira a térdest, főleg Kasumov megint azt próbálja eladni. Gomúra Poturák. Egy foghatja húzamosabb ideig Kasumov az ellenfél fejét. Külön érdekesség, hogy kickboxban volt Európa és világbajnok a Vakó szervezetében egyébként Kasumov. Mégis ő próbálkozik azzal, hogy behúzza az ellenfélnek a fejét. Tehát ez egy thai-boxos specialitás.
Kaszubóvot láthattuk egyébként a szegedi világbajnokságon is. Ugye a kickboxban itt egyáltalán nem tiltott, mint mondjuk az ökölvívásnál, hogy valaki, ha amatőr, akkor csak amatőr rendezvényeken indulhat. Ha pedig profi valaki, akkor csak profiként versenyezhet. Itt ugye nem egy, nem két kickboxos, elvileg amatőr kickboxos a profiknál is ott van. Hát, Jamal Poturák egy fintorral vette tudomásul Jamal Kasumov igazán nagyot csattanó rúgását, ami megült a combján. Sokkal erősebbnek tűnik az orosz, ugye az első menet vége felé. Viszont jó volt a balos Poturáktól. És ez volt a búcsúzó ebben a menetben. Poturák eddig hűségesen helytáll, az az érzésem. És jól bírja a kiképzést, mondom, Szergei Gúr ellen is kiváló a helytáll, és csak extra menet után kapott ki. Míg Kasumov nem ismerkedett még meg a profik között azzal, hogy milyen vereséget szenvedni. Hiszen a hajtózelem mellett egyetlen döntetlene van. Egyébként a Skorpió gimnek a tagja, és ez az a Skorpió gim, amelyben Alexei Ignasov is edzett.